Az elmúlt héten Grúzia fővárosa Tbilisi adott otthont az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak. Magyarországot 81 sportoló képviselte, egyetlen nyíregyháziként köztük volt a távolugró Leveleki Bence is. A 15 éves atléta 683 cm-t ért el, amivel a hatodik helyen végzett, mindössze 5 cm-rel elmaradva az ezüstöt érő eredménytől. Nagyon örültem a hatodik helynek, hogyha nekem ezt a verseny előtt mondják, én nagyon örültem volna neki. De azért így, hogy éppen a szendikán múlott a dolgó, ezért picit szomorú vagyok miatta. Bence edzője, Bakosiné Szent Erika több tanítványával edzőtáborban van, így Bakosi Béla mondta el, hogy minek köszönhető a Tbilisiben elért hatodik helyezés. Bence alapjában nagyon gyors, 11 másodperc alatt tudja futni a 100 métert, ami elengedhetetlen az, hogy távolugrásban eredményes legyen valaki. Megnyerte az ötösugrást a bajnokságon a távugrás mellett, tehát nagyon jól szögdel. Emellett technikailag nagyon képzett, tehát nagyon könnyen tanulja a mozgást, nagyon szépen ugrik távolt, szépen fut. Tehát ez mind adja azt, hogy eredményesen ugrik távba. Nagyon sajnáljuk, hogy ezen az EIOF-on nem volt egy pici szerencséje, mert általában messzire rúgott el. 15-20 centit hagyott ott, úgyhogy ha ezeknek valamelyik ugrásban ezt realizálni tudtam volna, akkor dobogóhelyen végezhetett volna. Jövőre Tbilisiben rendezik meg a Junior Európa-bajnokságot, amelyen ott akar lenni a fiatal atléta, aki még ebben az évben szeretne 7 méter fölé jutni távolugrásban.